Egyre többen figyelik a Ponsz Danubi Web TV műsorát, és ezért talán minden alkotó nevében kijelenthetjük, mindenki hálás. Városi televíziók tanulják az együttműködést, a közösen gondolkodást Kisbérről, Oroszlányból, Tatáról, Komáromból, valamint Észak-Komáromból, Ógyalláról, Gútáról. A projektben részt vesz még Érsekújvár és Szőgyén televíziója is. A városi televíziók csapatai mellett két saját stáb is forgat. Emellett azonban a Ponsz Danubi LGTC-nek számos más tevékenységi köre is van. Figyelik a pályázatokat és megmarkolják a kínálkozó lehetőségeket. Végső fázisába ért a kerékpárút fejlesztési projektünk, amelynek keretében Komárom és Gúta között egy kerékpárút épül, egy festői természeti környezetben a Vág mentén, másrészt pedig a Monostori erőd körül épül egy kerékpárút, amely rácsatlakozik az európai Euróveló 6-os kerékpárútra, amely az osztrák határtól Budapestig a Duna mentén valósul majd meg, és ez is egy gyönyörű természeti környezetbe invitálja majd a kerékpározni vágyókat a jövőben. A kerékpárút ideális esetben 2013 végéig elkészülhet, de legkésőbb 2014 tavaszán átadják. A munkaerőpiac fellendítéséhez is hozzájárulna a társulás, szövetkezve a magyarországi és a szlovákiai munkahivatalokkal és a Sejje János Egyetem karriertanácsadó központjával. Megnézzük, melyek azok a hiányszakmák, amelyeket a privát szféra, a magánvállalkozások, illetve az ipari parkok igényelnek, és ilyen jellegű képzésekből a jövő év folyamán 200 fő részére magyar, illetve szlovák oldalon a régióból lehetőséget kínálunk arra, hogy olyan képesítést szerezzen, amivel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, amire reális igénye van az itt munkát kínáló vállalatoknak. A szórakozás, szórakoztatás sem szorul háttérbe. Egy sikeres pályázatról tudok beszámolni, amely az Európa Polgárokért Europe for Citizens keretében jövő év folyamán Kisbér, illetve Gúta és Komárom polgárai számára egy koncertekkel, fesztivállal összekötött sport lehetőség, kerékpáros, illetve vízisport lehetőséget biztosít majd. Lényegében a Komárom napok, illetve gútai fesztiválok keretében találkozhatnak ezzel majd az itt élők. Nincs más hátra, csak élni kell az Európai Unió és a Ponsz Danubi kínálta lehetőségekkel. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Ponsz Danubi, Crossing Borders by Information in the Ponsz Danubi Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsz Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponsz Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.